A magyar tannyelvű tanítóképző kar díszterme megtelt büszke szülőkkel és izgatott végzős hallgatókkal. Az ünnepélyes diplomaosztón a fellépők versekkel és zenés összeállításokkal is kedveskedtek az egybegyülteknek. Paul Dávid is most vett át az oklevelét. A gyerekek a jövő példakép, a jövő generáció is, és ezt a jövőt nekünk tovább kell adnunk. Azért is tekintek erre így, mert amilyen tudásom van, és megszerzek, azt én úgy szeretném továbbadni a többieknek. És ebben látom az életem értelmét, hogy ezt a tudást továbbadja mindenkinek. A tanítók mellett az óvópedagógusok és a mesterképzést fejezett hallgatók is ezen a napon vehették át a diplomájukat. Huszka Tímea nemrég végezte el mesterszintű tanulmányait óvópedagógiai szakon. Volt rá lehetőségem, hogy a gyerekekkel foglalkozzak, és már kiskorom óta gyerekek közelségét éreztem környezetében, és így választottam az oktatópályán, majd a pedagógusi pályán kötöttem ki. A mai napon összesen 65 hallgató vehette át diplomáját. A beiratkozással együtt, tehát a diplomát megszerzett hallgatónk száma is csökken, viszont az elmúlt évekhez viszonyítva az idei évben elég sok hozzánk iratkozó jelentkezőt várunk, és valószínűleg ezek a számok mind növekedni fognak a következő években. A diplomaosztó ünnepség után fogadáson vehettek részt a friss diplomások.